nagy szeretettel köszöntek a mai tárlatúton, mert a Kultúrház a Felvidéki Alkotók Egyesületével közösen szervezte meg 15 alkotó munkáiból van az a mai kiállítás megszervezve. Köztük egy nagymegyeri alkotó, kedves Mária is, és örülök, hogy elfogadták, még felállásokat ismételten lettek erre a kiállításra, és engedjék meg, hogy nagy szeretettel üdvözöllem a megjelent kiállítókat, valamint Farkas Gábor urat, a Felvidéki Alkotók Egyesületének elnökét, akinek rövidesen átadnám a szót, de előtte engedjék meg, hogy tiszteletek üdvözöljön Márosin polgármesterét, Csóki Maja urat, aki jelenlétében megtisztelte a mai kiállításunkat. Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, művészeket, alkotókat, művészetet kedvelőket. Farkas Gábor vagyok, Felvidéki Alkotók Egyesület elnöke. Boldog vagyok, hogy idén is megvalósulhatott ez a rendezvény. Nagymegyer városra adott otthon képzőművészeink idei csoportos kiállításának. Nagyon hálás vagyok ezért Kútai Lászlónak, a Nagymegyeri Városi Művelődési Központ igazgatójának és az egész városnak. Felvidéki Alkotók Egyesülete most július 7-én lesz 2 éves, így ez a nap egy ünnepnap is egyesületünk életében. Együtt, egy közös kiállítással, versekkel, csodás zenekíséretében élhetjük meg ezt az ünnepet.